ezekre a helyekre, ezeken a szakmákon nekünk még van hely. A pótfelvételi jelentkezési lapot mutatja Őszi Attila, a Lórendfi Zsuzsanna szakközép és szakiskola igazgatója. Az intézmény ugyanis május 5-e és 14-e között rendkívüli felvételi eljárást hirdet. Mi olyan szakokra, illetve ágazatokra hirdetjük meg a pótfelvételi eljárást, amelyeknek a létszáma még nem töltődött teljesen fel. Ilyen például a szakközépiskolai ágazatban a vegyész, amelyből még jócskán vertünk föl, több mint 10 ember. Aztán az egyéb szolgáltatás, az a szépészet ágazatban, ahol fodrász kozmetikus a kimenet, ott is van még körülbelül 8-10 helyünk. A szociális szolgáltatások ágazatban, ahol kisgyermek gondozó nevelő kiment lesz, ott is még néhány embert tudunk fogadni, illetve az iparművészeti ágazatban úgy szintén. Ezeken kívül még a bőrdíszműves, a női szabó és a szociális gondozó szakmacsoportokra várják a diákokat. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanuló adatait, az általános iskolát, ahová jár, és a középiskolát, ahova már felvételt nyert, amennyiben van ilyen. Továbbá fel kell tüntetni a választott Lórendfi szakképzéseket, szakmacsoportokat megjelölési sorrendben. Az iskola honlapjáról letölthető dokumentum mellé csatolni kell a felvételén elért eredményeket, valamint a 7. osztályos évvégi és a 8. félévi bizonyítvány másolatait. A jelentkezéseket legkésőbb május 14-éig kell eljutatni az iskolának, a döntés 16-ára várható.